Üdvözöllek! Neked van már weboldalad? Egyáltalán, ha csak másodállásban vállalkozol, vagy most indítasz vállalkozást, akkor szükséged van weboldalra? Simon Marci vagyok, a másodállás.net vezetője, és több száz sikeres vállalkozás keresztanyukája. Az előbb felvetett kérdésre a válasz egyértelműen igen, itt az idő, hogy weboldalad legyen. Ha érdekelnek ehhez hasonló témák, akkor iratkozz fel a csatornára, illetve ha a mai téma anyagát szeretnéd elolvasni is, akkor írj nekünk egy e-mailt az info@másodállás.net oldalra, és nagyon szívesen, ingyenesen küldjük neked ezt a kis munkafüzetet. Szóval a kérdésre a válasz, igen, itt az idő, hogy weboldalad legyen. A múlt hét folyamán foglalkoztunk azzal, hogy ha jól osztod be az idődet, akkor az év ezen szakasza is számos fejlesztésre lehet alkalmas. Néhány mondat erejéig visszakanyarodnék a jelen helyzethez, hogy kiderüljön számodra is, miért van pont most itt az ideje annak, hogy weboldalad legyen. Egyszerűen látni kell, hogy az üzleti élet szempontjából a probléma az nem a koronavírus, hanem annak a gazdasági következményei. Sok olyan vállalkozás van, ami egy-két hónapnyi tartalékkal sem rendelkezik. Igen, nagyon sok vállalkozásra igaz ez, amit széles réteget keresnek és tekintenek sikeresnek. Ezek a vállalkozások sokat bukhatnak, ha nincsen meg a kommunikációs csatorna. Sok kis vállalkozó elveszíti az ügyfeleit, mert nem kommunikál, nem tájékoztat. Látni kell azt is, hogy a járvány következményei azok nem addig tartanak, amíg magának a betegségnek a terjedése tart, hanem hosszú távú gazdasági következményekkel kell számolnunk. Ha nagyon sokáig tart ez az időszak, akkor teljesen természetes, hogy az ember elgondolkodik valami újításon. Racionális gondolkodással rengeteget tehetsz azért, hogy újra úrrá legyél a helyzetem. Ez azt jelenti, hogy tudatos lépésekkel ragad meg az irányítást. Mit tegyél? Az egyik legjobb ötlet jelenleg, hogy kezdj el dolgozni a weboldaladon. Pontosan egy ilyen dologra van most szükség, ami nem igényel számottevő befektetést, ugyanakkor később költségeket tud megtakarítani neked, vagy jelentős bevételnövekedést tesz lehetővé a számodra. Jelenleg hol tartasz ebben a kérdésben? A te weboldalad is gyerekcipőben jár? Ha már van honlapod, akkor is érdemes velem maradnod ebben a videóban, illetve e-mailben megrendelni ezt a kis e-bookot az info@másodállás.net oldalon, hiszen lehet, hogy éppen itt találsz választ arra, hogy hogyan optimalizáld a weboldalad. Ha tervezed a készítését, akkor gratulálok hozzá, és természetesen neked való ez az anyag. Ha pedig úgy gondolod, hogy neked nincs szükséged weboldalra, akkor próbálom kitalálni, hogy vajon most mi járhat a fejedben. Talán az, hogy egyelőre most egyedül dolgozol a vállalkozásodon, nincs neked szükséged akkora ismertségre, bőven elég, ha a környéken megismerik a szolgáltatásodat, és ott ki tudsz alakítani egy kört, akik később visszatérő ügyfeleid lesznek. Vagy arra gondolsz, hogy a Facebook oldalad csoportot kiváló a kapcsolattartásra, nincs szükséged más marketing eszközre, és persze nem is tudod, hogy egyáltalán hogyan kell weboldalt készíteni. Hát hozzá lehetne sorolni ezt a okokat, de ezek ellenére először is szögezzük le, hogy igenis nagyon nagy szükséged van weboldalra, hogyha vállalkozol vagy vállalkozni szeretnél. Egyszerűen azért, mert ma már, ha az emberek keresnek egy terméket vagy szolgáltatást, akkor előbb jut az eszükbe felmenni a netre, és ott rákeresni, mint bármilyen egyéb mód, amivel kideríthetik, hogy hogyan kaphatják meg azt, amire szükségük van. Ez az egyik legfontosabb dolog, amikor elkezded a vállalkozásodat építeni, hogy ott kell jelen lenned, ahol az emberek keresnek. Ma már lejárt annak az ideje, hogy az emberek első gondolata legyen bemenni egy üzletbe érdeklődni, vagy akár az, hogy elég ma szórólapoznod a környéken, és másnapra megtudja mindenki, hogy mivel foglalkozol. Természetesen eleinte nagyon nehéz dolgod lehet, ha nincs rutinod a weboldal készítésben, nem tudod, hogy hogyan fogj hozzá. Kövess végig azt a sablont, amit egy kampánytervezésnél is, egy korábbi videóban volt erről szó. Eszerint az első dolgot, hogy te tudd megfogalmazni, mi a célod ezzel az egésszel. Ha tudod, mit vársz a weboldalattól, az sokat segít neked a honlap kialakításában. Ha megkérdezünk 10 vállalkozót, hogy mi a weboldal célja, akkor 9 biztosan, de lehet egyébként mind a 10 azt válaszolja, hogy pénzt szeretnek keresni vele.
Ez teljesen természetes, de nem érdemes mindössze ennyiben meghatározni, hogy milyen előnyökhöz juttathat téged a weboldalad. Foglalkozástól függetlenül általános érvényű, hogyha van egy jól felépített, informatív honlapod, akkor a potenciális ügyfeleid sokkal könnyebben tudnak a szakmád szakértőjeként tekinteni rád. Mindig igaz, de különösen a kezdeti szakaszban, hogy mindenre szükséged van, ami hatékonyan segíti a bizalomépítést és az elköteleződést a márkád felé. Egy jó honlap pedig pontosan ezt valósítja meg. Milyen a jó weboldal? Hát ez sem könnyű tapasztalatlanul kitalálni, de annyi biztos, hogy semmiképpen nem egy ötletes dizájntól lesz jó a honlapod. Van azonban néhány általános érvényű dolog, amire érdemes odafigyelned. Ha elkezdesz weboldalt építeni, akkor ne használj nagyon sokféle vagy egymással rikítóan ellentétes színeket. Különösen fontos, hogy a szövegnél a háttérszínt és a betűk színét úgy variált, hogy ne legyen zavaró olvasás közben. Ne használj 100-as betűméretet, de nagyon aprót sem. Tehát nem jó, hogyha az jön le egy honlapról, hogy kiabál a szöveg. Összességében a legfontosabb, amire törekedned kell, a kényelmes használhatóság és olvashatóság. Nem érdemes nagyon sokat variálni a színekkel és a formákkal. Ez az irány egyébként is nagyon szubjektív. Lehet, hogy neked a kék a kedvenc színed, de az oldalad egyik látogatójának a zöld, a másiknak a piros, és így tovább. Nincs olyan, ami mindenkinek egyformán tetszik, ezért csak arra törekedj, hogyha többféle színt használsz, akkor azok harmóniában legyenek egymással. Nagyon jó ötlet viszont, ha arra használod a színeket, hogy átüssön rajta a márkád eszenciája. Találd meg azt a kombinációt, amit keresel, és maradj meg az emberek fejében azzal, hogy ugyanazt használod például a weboldalon és a hírlevelekben is. A célodtól függetlenül a honlapod akkor lesz jó, ha alkalmas érdeklődésszerzésre és arra, hogy elérhetőségeket szerez meg a célcsoportodtól. Alkalmasnak kell lennie a szolgáltatásod bemutatására és arra, hogy kapcsolatot tudjanak veled tartani. Fontos, hogy az oldalak kellőképpen gyors legyen, valamint jól használható legyen mobilról is. Időről időre készülnek arról statisztikák. A legfrissebb, amit láttam, az 70% fölé helyezte az összes internet használat közt azokat, amiket mobilról végeztek. Így jó eséllyel a te látogatóid is mobiltelefonon töltik be az oldaladat. Szeretem azokat a megoldásokat, ahol a honlap a vállalkozás büszkeségfala is egyben, szóval bátran tegyél ki mindent, ami számodra egy sikert jelent. Ha úgy látod, hogy a weboldalad hozzásegít annak a célnak az eléréséhez, amit te kitűztél vele kapcsolatban, akkor ez tökéletes. Ilyenkor tartsd észben, hogy a látogatóid mindent azonnal is könnyen akarnak. Bármit is határoztál meg az oldalad céljának, addig alakítsd, amíg az ahhoz vezető legkönnyebb utat meg nem valósítod. A legtöbb neves online marketing szakember, aki folyamatosan és aktívan monitorozza a weboldalak eredményeit, meghatároz egy átlagos időkeretet, amennyit az emberek egy új weboldalon eltöltenek. Mindenki más számokat átlagol, de annyi biztos, hogy nincs sok időnk megnyerni a weboldalon a potenciális ügyfeleket. Ha csak úgy tudnál az időpontot foglalni, hogy sok menüpont közül valamelyik eldugottban találja meg az elérhetőséget hozzá, akkor nem fognál az időpontot foglalni. Sokkal előbb megy át egy másik szolgáltató oldalára, mint hogy megkeresse nálad a vonatkozó linket. Röviden összefoglalva, legyen elérhető a látogatód számára azonnal az, amit ő szeretne, és ami a te célod. A könnyebb út a titka mindig az egyszerűség. Eleinte itt is nehéz meghatározni az arányokat. Az biztosan elmondható, hogy a látogatók többsége nem olvas el nagyon hosszú szövegeket az oldalon, ugyanakkor szükség van arra, hogy minden fontos információt láthatóvá tegyél. Használd ki, hogy te irányítasz, emeld ki a szövegezésből azokat a részeket, amiket fontosnak tartasz. A jó szöveg tartalmazza az üzenetedet, a pozícionálásodat a piacon, hogy miben különbözöl másoktól, és megválaszolja azokat a kérdéseket, amik segítenek a potenciális ügyfelednek elköteleződni melletted. Helyezd el a weboldaladat a saját kis marketing csokrodban, hiszen egy idő után mindenkinek más információra lesz szüksége tőled. Aki még soha nem vette igénybe a szolgáltatásodat, az biztos, hogy az elején szkeptikus lesz, ezért számos olyan információt kell vele közölnöd a weboldaladon, ami a visszatérő vendégeidet már untatná.
Ezért nagyon jó megoldás lehet, ha teljesen új érdeklődőidet a weboldaladra irányítod, hogy ott tudjanak a szolgáltatásodról tájékozódni, a visszatérő ügyfeleiddel pedig hírlevelek formájában tartod a kapcsolatot, mik az újabb akcióid, milyen szolgáltatás bevezetésén dolgozol. És sugok még egy fontos kis tartalmi részt. Tartalmazzon a weboldalad véleményeket. A legtöbb vállalkozó elgondolkodik a weblap készítési folyamatok során, hogy látta már máshol, de vajon neki szüksége van-e véleményekre. Tapasztalataim alapján a vélemények bármilyen jellegű weboldalon nagyon keresettek tudnak lenni. Egy marketinges soha nem hagyná ki a vélemények megosztását, szóval használd fel az elégedett vendégeidnek a visszajelzéseit. Van létjogosultsága a módszernek, ugyanúgy, ahogy az életben is meghallgatjuk, hogy a barátunknak milyen tapasztalata volt egy szolgáltatóval, úgy online is érdekel minket mások véleménye, mielőtt elkötelezzük magunkat. És most mondok egy kicsit olyat, ami lehet, hogy az előzőnek úgy tűnik, mintha ellent mondana, ez pedig az, hogy a mások véleményével óvatosan. Ez alatt a bekezdés alatt azokkal a véleményekkel foglalkozunk, amik a weboldalra érkeznek még az elkészítési folyamatok során. Javaslom, hogy időről időre kérdezz meg másokat, kérd ki a véleményüket ezzel kapcsolatban, ahol jelenleg tartasz, de fontos, hogy körültekintően hallgass bárkit. Elsősorban azért hasznos átnézetni mással a készülő weboldaladat, mert te tisztában vagy az üzenettel, amit közvetíteni szeretnél, de nyilvánvalóan az a fontos, hogy a külső szemlélőnek is világosan kiderüljen ez. Ezen kívül választ kaphatsz arra, hogy a látogatónak mennyire praktikus az oldal használata, milyen hamar találja meg a kapcsolatfelvételi űrlapodat, választ tud továbbá adni arra, hogy elég gyors-e, kényelmesen használható és olvasható-e például telefonról is. Azért nehéz feladat kiválasztani, hogy kik azok, akik segíteni tudnak neked, mert a családod és a barátaid érzelmileg érintettek lehetnek ebben a kérdésben, és nem is feltétlenül a célközönséged tagjai. Neked viszont olyanok véleményére van szükséged, akik tudnak a célközönséged fejével gondolkodni, nem érintettek a kérdésben annyira, hogy mindenáról megpróbáljanak pozitív véleményt mondani, ugyanakkor megbízol a véleményükben. Az lehet még ilyenkor nagyon jó lépés, amit egyébként ettől függetlenül is javaslok, hogy nézd meg a konkurenciádat. Fontos azonban, hogy nem olyat kell készítened, csak vondd le belőle a számodra hasznos következtetéseket, és használd fel a saját munkádban. Ne ártson meg a maximalizmus. Ha egy ideje már aktívan dolgozol az oldaladon, akkor meglátod, hogy mennyire könnyű lesz elveszni a részletekben. Majd még csiszolom a szöveget, keresek egy új képet, mégsem tetszik így a dizájn. Már most szeretném neked elmondani, hogy soha nem fogod úgy látni, hogy ez a weboldal minden egyes alkotó eleme 100%-os, de nem szabad megengedni, hogy ez hátráltassa az elindulásodat. Használd ki az online platform legnagyobb előnyét, azt, hogy minden javítható és viszonylag gyorsan. Szinte azonnal táplálkozni tudsz a visszajelzésekből, vagy éppen azok hiányából. Várható, hogy nem az első megoldás lesz a jó, de mindig tudni fogod, hogy mikor kell még rajta alakítani valamit. Ha már kiderülnek róla a legfontosabb tudnivalók, akkor biztosíts teret arra, hogy felvegyék veled a kapcsolatot az érdeklődők, működő szöveged van, amin átüt az üzenetet, akkor bátran mutasd meg a közönségednek. És eljutottunk oda, hogy weboldal készítés a gyakorlatban. A következő ilyen előadásban közösen dolgozunk majd a weboldalad kialakításán. Ehhez azonban elő kell készülni, mert a weboldal készítés az nem csak technikai dolgokból áll, hanem információkból. Ezért készítettem neked egy 3 lépéses listát, amivel fel tudsz készülni. Először is gondold végig a következőket. Ki az ideális vevőd? Kinek szeretnél te szolgáltatni? Mi a foglalkozása? Mire vágyik és mi a legnagyobb problémája? Mi lehet a kifogása a szolgáltatásod megvásárlása ellen? Mi lehet ennek a kifogásnak a megfelelő kezelése? Milyen haszna lesz belőle, ha igénybe veszi a szolgáltatásodat? Hamarosan a weboldalon szükséged lesz olyan szövegekre, amelyekkel ezeket megválaszolod,
Úgyhogy érdemes ezt előre kidolgoznod, hogy csak másolni kelljen, amikor a weboldalt összerakjuk. A második feladat, gondolkodj el azon, hogy milyen kulcsszavakat érdemes alkalmaznod. A google.hu Trends oldalt használva ellenőrizni tudod, hogy mennyire keresett a kulcsszavad a különböző időtávokra visszamenőleg. Ezt egyébként én is folyamatosan használom a weboldalaim szövegezésének a kialakításánál. Ebből egyértelműen kiderül, hogy milyen kulcsszavakkal érdemes törődnöd a weboldaladon és a hirdetésekben. Nagyon sok példát lehetne hozni arra, hogy egy vállalkozás kiváló szolgáltatása azért nem jut el az ideális közönséghez, mert nem a megfelelő kulcsszavakat használta, szóval érdemes időt szánni erre a kutatásra. És a harmadik feladat, hogy nézd meg a konkurenciát. Vondd le a következtetéseket a konkurencia weboldaláról. Azt érdemes rajta keresned, hogy ő milyen kulcsszavakat használ, mit emel ki, mit helyez előtérbe, mit tüntet fel a szolgáltatásával kapcsolatban, biztosít-e lehetőséget a közönségének a kapcsolattartásra, kellően informatíve a weboldal, elég gyors-e és telefonról is könnyen használható-e. Ha egy érdeklődő szemével tekintesz rá, akkor téged meggyőzne. Ha nem, akkor mit csinálnál másképpen, hogy felkeltsd a bizalmat? Szóval munkára fel, készülj elő, és a jövő héten a gyakorlatban rakunk össze egy weboldalt. Ha szeretnéd a munkafüzetet, akkor ahogy a legelején mondtam, info@másodállás.net, ír nekünk egy levelet, és már küldjük is. Ha pedig érdekelnek a jövő heti tartalmak, vagy az követő tartalmak, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha pedig érdekelnek a vállalkozás indítással, fejlesztéssel kapcsolatos videós tartalmak, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a jövő héten!